Megnéztem, tegnap nagyon sokat beszéltem. Volt értelme, de én untam meg. Még a tempó is lassú volt. Remélem, a tegnapi dalt fölgyorsítottátok. Remélem, emlékeztek az e-mail címünkre, ahova a dalokat kéne küldeni. Nagyjából oda jönnek egyébként, de van, aki megtalálja magán e-mailemet, és akkor az borzasztó kavarodást okoz. Tehát siaminapidal@gmail.com. Továbbra is mindenkitől azt kérem, hogy ide küldje a zenésítéseket és a videókat is. Meg volt ugye az összefoglalója, még az 1-2 perces részletekből is másfél órányi videomontázsunk lett. 265. dalunk, amit augusztus 28-án, azaz 230-nak írtam, de ez a 265., amivel együtt játszunk. A címe Felfedező, a tempója 93 BPM. Ecco, ez a 93 BPM. Nem te álmodtál meg engem, de te lettél a programozom. Virtuális virtuóz lettem egy távolodó csillaghajón. Mondhatnám, hogy jól kitaláltad a legmerészebb álmaimat, de nem hallanád, és én se látlak. Fontos voltál, de már távoli vagy. Utólag miért volna fontos nekem egy lefáradt programozó? Szállok és fut bennem korlátlan értelme, miért is ne érhetne lakható földekre velem az űrhajó? Oda velem a csillaghajó. Oda, de hova? Azt senki sem mondta, mert senki se tudta, én azt hiszem. Ezek szerint csak annyi a dolgom, hogy tévelyegjek a semmiben. Hát, ha ott lesz valami mégis egy törött tükörben egy épp világ, ha már elküldtetek erre az útra, majd találomra találok át, utólag miért volna fontos nekem egy lefáradt programozó? Szállok és fut bennem korlátlan értelme, miért is ne érhetne lakható földekre velem az űrhajó? Oda velem a csillaghajó. A reménytelenség hajnalán azért kilőttetek még, és bármiképp is elsülhet velem a történelem. De mit számít nektek egy elveszett gép? Ha hős leszek, akkor meg ti lesztek hősök, a programozók, a tervezők, és én meg az utolsó megkopott robok mögöttem változó mezőn-mezők, de utólag miért volna fontos nekem egy lefáradt programozó? Szállok és fut bennem korlátlan értelme, miért is ne érhetne lakható földekre velem az űrhajó? Oda velem a csillaghajó. Utólag miért volna fontos nekem egy lefáradt programozó? Szállok és fut bennem korlátlan értelme, miért is ne érhetne lakható földekre velem az űrhajó? Oda velem a csillaghajó. Ugye azt az odát a refrén végén kétféleképpen el lehet helyezni, tehát, hogy miért is ne érhetne lakható földekre velem az űrhajó, oda velem a csillag, ez egyik, most elmentem a hangsúlyoktól, mutatom még egyszer. Miért is ne érhetne lakható földekre velem az űrhajó, oda velem a csillaghajó. Ugye akkor elhomályosítottunk egy rímet, az nem mindig baj. Úgyis hajó-hajóra rímel, tehát ismétlés. A B-verzió az így van, hogy miért is ne érhetne lakható földekre velem az űrhajó, oda velem a csillaghajó. Ez a priap nem baj, az a pótkötél is megy. Köszönöm szépen a mérhetetlen kedély áradatot, amivel elértetek a végtelenül hosszú, ebben a házban lakott a költő kezdetű családi dalig. Készül belőle egy kis videó, azt majd megmutatom, de csináljátok meg ti is. Ott az nagyon érdekes, hogy egy ennyire ilyen, hát népi viccnek szánt dal, az milyen dalommal születik meg, vagy terjed el, vagy milyen variációkban végül. Tehát ez ebből a szempontból lesz érdekes. Szevasztok, felfedezők, várom a felfedezéseiteket zeneileg. Sziasztok!